Sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, Halmai Mártont látják és hallják. Itt vagyunk a Karcagi Városi Sportcsarnok előtt, ahol pillanatokon belül kezdetét veszi a harmadik karcagi labdarúgó gála, amelyen a város fociának apraja nagyja megmutatja magát, bemutatkozik a közönségnek, és megkezdődik tulajdonképp a karcagi labdarúgás népszerűsítése a mai délelőttön és a kora délután folyamán. Ebbe kalauzoljuk be önöket az elkövetkező bő másfél órában, néhány mérkőzés egészében, néhányat pedig összefoglaló formájában mutatunk meg kedves nézőinknek, néhány érdekes riportar fűszerezve. Maradjanak velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a harmadik
következő percekben Orosz Istvánt, a rendezvény főszervezőjét kérdezzük. Pisti, idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a gála. Mit tudnál elmondani erről a rendezvényről? Igen, már hál' Istennek harmadjára meg tudjuk szervezni, rendezni. Három évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy az edzők, hogy szeretnénk, hogy elkezdjük a bajnokságot a tavaszi szezont a hosszú felkészülés után egy rendezvényen nyitni úgymond a hosszú menetelésünket, és egy kicsit kikapcsolódni, egy kicsit összehozni az összes labdarúgót az U7-től kezdve a felnőtt csapatig, hogy megismerjék egymást, tényleg ismerje meg a kisfiú, a kis óvodás vagy a kis első osztályos a felnőttet is, és hogy mindenki jól érezze magát. A szülőket is ezért vontuk be, hogy vannak apukák és anyukák mérkőzései is, hogy tényleg a szülőket is egy kicsit megmozgatjuk, hogy úgymond egy ilyen nagy családot szeretnénk itt a labdarúgásba összehozni, hogy nem csak a mérkőzéseken találkozzunk, hanem tényleg egy ilyen rendezvényen is, és szerintem ez egy jó összekovácsoló dolog, és az első nagyon jól sikerült, a második is jól sikerült, és voltak meghívott vendégeink, a Berettyó Újfalú NB1-es futsal csapat, többször is magyar bajnok, meg szerettük volna megint hívni őket, de sajnos nem tudták elvállalni, mert hétfőn bajnoki mérkőzés játszanak, és így sajnos nem tudtak eljönni, így más kellett kitalálnunk, de reméljük, hogy ezt jövőre és a továbbiakban is meg tudjuk majd rendezni. Szerintem nagyon sok embert meg tudunk mozgatni, nagyon jól érzik, úgy látom a gyerekek magukat ezen a rendezvényen, és még egyszer, ez egy kikapcsolódás a tavaszi rajt előtt. Mennyire célja a gálának a foci népszerűsítése? Hát ez is célja, hogy tényleg, hogyha minél több szülő, minél több látogató érdeklődik, és kijön, és megnézi, és látja, hogy milyen jó hangulatba telik ez az egy nap, ez a focigála, akkor hát ha kedvet kap a szurkoló, hát ha kedvet kap a barát is, és akkor hát ha még többen csatlakoznak hozzánk. Ez az alkalom rendhagyó olyan szempontból, hogy először van jelen a karcagi labdarúgó baráti kör a gálán. Az előző évben már a csapat indulót kapott, most megalakult a baráti kör. Hogy érzed, minek köszönhető ez az egyre nagyobb aktivitás? Hát örülök én is, hogy megalakult ez a baráti kör, labdarúgó baráti kör. Hát remélem, hogy annak is köszönhető, hogy azért elindultunk egy olyan úton egy 3-4 évvel ezelőtt, hogy csak karcagi fiatalokat próbálunk beépíteni a felnőtt csapatba is, csak az utánpótlásból próbálunk meríteni, és ahogy látjuk, hogy kezd beérni ez a társaság is, nagyon fiatalon kezdtük el a fiatalokat beépíteni a felnőtt csapatba, még mindig fiatalok, és most a megyei első osztályban nagyon jól szerepelünk, mert tényleg veretlenül vagyunk az első helyen, és szerintem ennek is tudható, hogy valami elindult itt Karcagon, egy új nézet, egy új stratégiát kidolgozva, és szerintem itt úgy érzem, hogy itt még több embert meg lehetne mozgatni, és ez a baráti társaság vagy baráti kör, hát ha ő is tudná népszerűsíteni ezt a labdarúgást, mert tényleg a magyar labdarúgás úgymond egy kicsit érdektelenné vált, hogy nem jöttek ott a nagy csapatoknál az eredmények, de mi azt szeretnénk, hogy tényleg ez a karcagról szóljon, a karcagi futballról, ezért se nagyon szeretnénk máshonnan játékosokat, és tényleg mindenféleképpen meg szeretnénk nyerni, ha már itt vagyunk a Megye Egyet. És ennek a jó eredmények szerintem ennek is köszönhető, hogy azért most már kezdenek mozgolódni az emberek. Hogy sikerült a felkészülés? Felkészülés? Hát ez mindig nehéz kérdés, mert sajnos nem profi csapatok vagyunk, és minden játékosnak van más dolga a labdarúgáson kívül, valaki tanul, valaki dolgozik, és ezt elég nehéz összeegyeztetni úgy, hogy a héten 6 napot edzéssel töltünk el. Hétfőtől szombatig edzettünk, és vasárnap volt mindig egy pihenőnap. Úgymond a műfűvön, a B pályán és a csarnokban
próbáltunk felkészülni. Január 6-án kezdtük el a felkészülést. Amit eddig elmondtam a fiúknak is, hogy én úgy érzem, hogy egy 70-80%-ot a felkészülésből tudtunk meg teljesíteni. Sajnos egy-két edzés vagy a kevés létszám miatt, vagy a sérülés, vagy a betegség miatt egy kicsit már át kellett alakítani, de úgy érzem, hogy amit elterveztünk még egyszer, hogy 80%-ba megoldottuk, megcsináltuk, és már nagyon várjuk a tavaszi rajtot, még van hátra 2 hét, ebbe a 2 hétbe már egy kicsit már csiszolgatjuk a taktikát, azokat a hibákat próbáljuk kiküszöbölni, amik a edzőmérkőzésen előfordultak, amit nyilatkoztam is régebben, hogy edzőmérkőzésen lehet hibázni, mert ott még nem pontokra játszunk, de most március 8-án elkezdődik a tavaszi szezon, ott már élesbe fog menni, nem nagyon lehet hibázni, és mindenféleképpen itthon, hazai környezetben a 3 pontra törekszünk. Említetted, hogy heti 6 edzéssel készült a csapat. Ennek ellenére vasárnap sok játékosnak engedélyezted, hogy a városi terem bajnokságban úgymond tétmet szituációban is bizonyítson, ha csak teremben is. Ezt miért vélted fontosnak? Hát fontosnak, fiatalok, ez is egy mozgás, aki nem úgy volt, ez is egy kikapcsolódás, más játék azért a teremfoci is, mint egy nagypályás foci. Én engedtem, azt kértem, hogy azért figyeljenek oda, hogyha fáradtabb az izom, akkor jobban nyújtsanak, vagy jobban melegítsenek be, és azért figyeljenek oda, hogy nehogy megsérüljenek ebbe a teremlabdarúgásba. Engedem, mert azért az ő fejlődésüket is szolgálja ez a teremfoci is, és szeretném, hogy mindenki minél ügyesebb és jobb legyen. Köszönjük szépen, a bajnokságra sok sikert kívánunk, a következő évekre pedig egyre több és egyre színvonalasabb gálát. Köszönjük szépen, reméljük így lesz.
találtam.
Itt áll mellettem Székely Sándor, a nemrég alakult karcagi labdarúgó baráti kör elnöke. Sanyi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Hogyan, miképp és mikor is alakult a baráti kör? Ez év januárjában alakult a baráti kör, azzal a célra gyűltünk össze 7-8-an, talán 10-en az első körbe, hogy megpezsdítsük egy kicsikét a karcagi labdarúgás életét. Az a célunk, hogy minél többen látogassanak ki a meccsekre, minél többen buzdítsuk ezt a fiatal karcagi csapatot, mert úgy gondoljuk, hogy megérdemlik. Milyen formában érhető el jelenleg a baráti kör? Gondolok itt arra, hogy például interneten, valamilyen újságkiadványban, vagy személyesen valahol fel lehet őket keresni? Interneten elérhetők vagyunk, Facebook oldalunk van, és terveink szerint majd egy külön honlap is rendelkezésünkre fog állni, amin tájékoztatni szeretnénk a karcagi foci kedvelő közönséget, a sportegyesület, illetve ezen belül a labdarúgó szakosztály életében történt eseményekről. Ez a harmadik foci gála most itt az első olyan nagyobb alkalom, amelyen kint van a baráti kör különítménye. Sok karcagi labdarúgó baráti körös polóban szaladgáló hölgyet és leányzót lehet látni. Milyen feladattal vannak ők ma itt? Ezzel is szeretnénk népszerűsíteni a karcagi labdarúgást tulajdonképpen, és szeretnénk, hogyha minél többen emögé a baráti kör mögé, illetve pontosabban a karcagi labdarúgás mögé állnának. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy tagsági igazolványt vásároljanak, akinek igénye van rá, és ezzel látogassák a karcagi sportrendezvényeket, ezen belül is tulajdonképpen a foci meccseket. Van valamilyen következménye annak, hogyha valaki baráti körtag lesz? Konkrét következménye nincsen tulajdonképpen, együtt szurkolunk és együtt tudunk örülni az esetlegesen, és nagyon remélt sikerekben. Köszönjük szépen, és hát azt kívánom, hogy minél több sikert érjen a karcagi csapat a baráti körrel az oldalán. Én is köszönöm. Reméljük, hogy így lesz.
mellettem Szívós Gergő, az U9-es csapat vezetőedzője, a nagy csapat magabiztos játékosa. Gergő, köszönjük szépen, hogy kameránk előtt rendelkezésünkre állsz. Megtennéd, hogy a kedves nézőknek bemutatod a csapatodat? Ugye az én csapatom az U9, a 2005-2006-os születésűek. Hát nagyon fiatalok még, ugye? Nekik csak az lényeg, hogy szeressék a focit, és csak ők és csak a labda. Hol mutathatják meg a mai gálán kívül például a játékosok tudásukat, egy-két teremtornán? Hát igen, teremtornára szoktunk járni, inkább télen ugye, amikor nekünk is felkészülés van, akkor szokott sok teremtornán, voltunk idén Tiszafüreden is, ugye a Balajti Bálint emléktornán, ott negyedikek lettünk, elég jó színvonal volt, mert Debrecen volt, Nyíregyháza, meg Ceglid is ott volt. Mondtad, hogy ebben a korban még az számít a gyerekeknek leginkább, hogy élvezzék a játékot. Hogyan próbálod meg inspirálni őket e felé? Hát ezek csak ilyen labdás gyakorlatok, csak ilyen játékos, tehát ilyen cselezések, kiütővel, ugye az ilyen alaptesi óra, meg még ilyesmi gyakorlatokkal. Ugye nem csak vezetőedzőként ténykedsz a karcagi labdarúgásban, hanem a felnőtt csapatban játszol is. Hogy érzed, hogy sikerült a felkészülés? Hát a felkészülésünk az szerintem jó sikerült, ugye heti 6-ot edzettünk, ugye NB3-ban nem edzenek ennyit, és azért sokszor meg tudtunk jelenni normális létszámmal, és így szerintem elég jól sikerült. Jelenleg ugye a csapat veretlenül listavezető a bajnokságban, hogy érzed, sikerült tartani ezt a tendenciát tavasszal is? Hát nagyon remélem. Igazából nálunk az a baj, hogy szűk is a keret. Tehát ilyen 13-an vagyunk, aki tényleg a felnőttbe játszik, és ugye nálunk már az egy-két ember kiesés és nagy veszteség. Köszönjük szépen, reméljük, hogy ennek ellenére, hogyha kiesik valaki, sikerül megnyerni a bajnokságot, és ehhez sok sikert kívánok. Köszönöm.